a Szent Egyet katedrális, más néven Edinburgh főtemploma, az egyik legjelentősebb és történelmileg legfontosabb templom Edinburgh-ban, Skóciában. A templom a Royal Mile-en található, félúton Edinburgh vára és a Holyrood Hóse palota között. A katedrális közel 1000 éves múltra tekint vissza, és a vallási élet központja, politikai jelentőségű helyszín, valamint a skót reformáció szimbóluma volt. A Szent Egyet katedrális eredete 1124 körülre nyúlik vissza, első Dávid király uralkodásának idejére. Az eredeti templom egy egyszerű kőépület lehetett, amely a korabeli román stílus tükrözte. A templomot Szent Egyednek, a nyomorékok és leprások védőszentjének szentelték. A középkor folyamán a Szent Egyed többször bővült és átépült. A 14. században jelentős kiegészítéseket hajtottak végre, beleértve a kórust és a központi tornyot. A templom Edinburgh egyik fő istentiszteleti helyévé vált, és kulcs szerepet játszott a város vallási életében. Az 1560-ban kezdődött skót reformáció mély hatással volt a Szent Egyedre. John Knox, a reformáció vezető alakja hatására a templom a katolicizmusból a presbiteriánus hitre tért át. Knox maga is prédikált a Szent Egyedben, és a templom a protestáns reformerek központjává vált. Ebben az időszakban a templom belső terét megszabadították a katolikus oltároktól, szobroktól és egyéb díszítésektől, hogy megfeleljen a református istentisztelet puritán elveinek. A Szent Egyed katedrális építészete túlnyomó részt gótikus stílusú, jellemző rá a hegyesboltívek, a bordás boltozatok és a támpillérek. Az egyik legjellegzetesebb vonása a késő 15. században hozzáadott koronatorony. Ez az egyedülálló szerkezet egy császári koronára emlékeztet, és Edinburgh átképének nevezetes eleme. A katedrális belseje számos történelmi és művészeti érdekességet rejt. Az egyik legcsodálatosabb rész a Tisle Chapel, amelyet 1911-ben adtak hozzá. Ez a kápolna a tüskerend, Skócia legmagasabb lovagrendje kápolnája. A kápolna híres az aprólékos fafaragásairól, a kő boltozatairól és a gyönyörű ólomüveg ablakairól. A belső térben számos emlékmű és szobor található, amelyek a skót történelem jelentős alakjainak állítanak emléket. Köztük Robert Louis Stevenson és James Graham, Montrose márkja.
A templom nagy orgonája, amelyet a 19. század végén telepítettek és később felújítottak, szintén kiemelkedő látnivaló. Edinburgh főtemplomaként a Szent Egyet kiemelkedő szerepet játszott Skócia vallási életében. Itt prédikált John Knox, aki nagy hatással volt a presbiteriánus hit elterjedésére az országban. A skót egyház általános gyűlése gyakran ülésezett a Szent Egyetben, ami hangsúlyozza annak fontosságát a nemzet egyházi ügyeiben. A 17. században részt vett a Covenanting mozgalomban, amely a presbiteriánus hitvédelmét tűzte ki célul a királyi beavatkozás ellen. A Nemzeti Szövetséget 1638-ban olvasták fel és írták alá a templomban, ami fontos pillanat volt a skót történelemben. Ma a Szent Egyet katedrális továbbra is aktív istentiszteleti hely és jelentős turisztikai látványosság. Látogatók vonzódnak történelmi jelentőségéhez, építészeti szépségéhez és kulturális örökségéhez. A templom rendszeresen tart istentiszteleteket, koncerteket és egyéb eseményeket, folytatva hagyományát, mint Edinburgh közösségének központi része. A Szent Egyet katedrális nem csak a gótikus építészet nagyszerű példája, hanem Skócia gazdag vallási és politikai történelmének tanúja is. Fejlődése a középkori plébánia templomtól a skót reformáció szimbólumává és azon túl hangsúlyozza tartós jelentőségét Edinburgh szívében. Akár a történelmi kápolnáit fedezik fel, akár Isten tiszteleten vesznek részt, vagy egyszerűen csak csodálják építészeti pompáját, a Szent Egyed egyedülálló bepillantást nyújt Skócia lelkébe.